Kézdi Balázs sok mindenről volt neveletes, de elsősorban arról, hogy rengeteget olvasott. És akkor ő már olvasta az amerikai irodalmat, ahol már voltak ilyen telefonszolgálatok. Olvasott az európai telefonszolgálatok központjáról. Olvasott a kommunikáció elméleti vonatkozásairól, Partnerot olvasott, Kaplant olvasott, Rinkel professzor. És amit az öngyilkosság és az öngyilkosság megelőzhetőségéről lehetett tudni, azt mind részben elolvasta, részben továbbadta nekünk. Sokat olvastunk Boda Bélától, mert hát ő volt az, aki a külföldi irodalmat magyar nyelven hozzáférhetővé tette mindenkinek. Akkor még nem volt ez a nyelviskola követelményrendszer. És igazából minden szakirodalmat jól ismertünk napra készen. És ez fontos volt. Büszke vagyok arra, hogy nem csak a feleségem, a munkatársa is voltam még végig. Tehát én az alapító tagok között voltam, és részt vettem a szervezésben aktívan. Kézdi Balázs lett a Baranya megyei pszichiáter szakfőorvos. Ez azt hiszem most már nem létezik, akkor az egész megyére tekintettel az összes pszichiátriai intézményt látogatta, ellenőrizte, ismerte. És hát így, ahogy megismert minden szakembert, pszichiátereket, pszichológusokat, szakasztisztenseket, Léd megszervezte az úgynevezett pszichoterápiás szerdákat. Minden hónapban az egyik szerdán a FEC-ben ott találkozott a társaság, és mindig más-más tematika került sorra. Volt egy kijelölt előadó, és hatalmas nagy megbeszélések, viták, kérdések, és így tovább. És ekközben összekovácsolódott egy kicsit a társaság. Ezután látott neki az SOS szervezésének. Nagyon-nagyon nyitott volt minden új és minden értelmes információ iránt. Sokat olvasott, sokat adott át, és nagyon jó szervező volt. A diákjai nagyon szerették, mert interaktív órákat tartott, és szerette, hogyha vitatkoznak, a kérdései vannak. Ha valaki kutatott, és valami eredeti gondolat eszébe jutott, a sport aztán támogatta. Mikor már beteg volt, az utolsó pillanatig ott ült egész nap a számítógép előtt, és ott tartotta a kapcsolatot a diákokkal. De hozzánk is sokan jöttek személyesen is, mert nagyon szeretett tanítani, és nagyon szerette az egyetemet. Az élete utolsó fázisában Márai Sándort kutattam. Az volt a terve, és erre már sajnos nem került sor, hogy szuicidium szempontjából egymás mellé állítja Széchenyi szuicidiumát, József Attiláit és Márai Sándorét. És Márai Sándornál tartott, és azt elemezte, és arról csinált érzeket, gyerzeteket renget. Minden könyvben megvan tőle, amikor már ezt nem tudta megcsinálni sajnos. Hát ő nagyon sok mindent csinált, és igazából mindegyikre büszke lehetett, de mindenképpen az SOS volt a szívügye. Az SOS és az öngyilkosság, amit kutatott folyamatosan.